Egy kerekasztal beszélgetés a következő műsorelem arról, hogy ki is tulajdonképpen a magyar startupok szószólója. Különböző szereplők, ugye vannak piaci, civil, állami és amatőr szereplői ennek. Merre vannak a határok, hol húzódnak meg ezek a határok? És arra keressük a választ a beszélgetés résztvevői között, hogy kinek milyen feladata van a budapesti startup szénában, illetve kinek melyik célcsoport, ami igazán fontos, és meg tudja határozni, hogy mi a saját küldetése ebben. Úgyhogy szeretném színpadra szólítani a vendégeinket. Pistúr Veronikát a Bridge Budapesttől, Böszörményi Nagy Gergelyt a Design Termináltól ismét, üdvözöljük a színpadon, Biás Csongor Mozaik, és Más Dávid, kivel a körünkben egy üzleti angyal érkezik. A beszélgetés pedig Major Gábor, az IVS főtitkára vezeti. 300-ból lefogytunk olyan 70-re, de talán akkor olyan dolgokat is elmondhatunk, amit 300-as tömegben talán nem. Ehhez képest még van egy jó Faramuci címünk is, amiben én azt mondom, hogy Dani adta a címet, de érzek benne némi kis fintort, mert ugyan én szerintem az égvilágon semmi jelentősége annak, hogy ki a szószólója a startupoknak, de sokan vindikálták maguknak ezt a jogot. A múltban politikusok, wannabe startup tanácsadók és fene tudja még kicsodák között. Én picit, hogy rá közelítsünk a dologra, hogy itt az elmúlt egy évben mindenki életében azért voltak változás, utána már ugye a piaci életében, talán a Veronika életében a legkevesebb, hogy egy picit Csongor elmondta, hogy a mozaik ami volt. Te homályosan utaltál arra, hogy folytatjuk, mit jelent ez a szó, azt kérem, illetve Dávid, te pedig úgy lettél bemutatva, mint üzleti angyal, de azért ennél picit több a szereped, erről is egy picit akkor egy gyors körben beszéltek, hogy hol is vagytok ti most ebben az ökoszisztémában, és van-e valami változás, vagy valami bejelenteni való, amit érdemes, hogy tudni. Szerintem akkor kezdjük. Sziasztok! Hát én szószóló, azt csak, hogy ebbe a kontextusba helyezem a bemutatkozást gyorsan, semmiképp nem vagyok, meg nem is szeretnék lenni. Inkább úgy fogalmaznék, hogyha ilyen oldalról kéne megközelíteni, hogy van több mint 20 év vállalkozás építési tapasztalatom, nemzetközi szinten, több mint 10 év, ez most reggel jöttem rá, több mint 10 év angyal befektetői tapasztalatom. 2006-ban csináltam az első angyal befektetésemet. Már az angyal befektetéseimnek számosságban nagyobb része külföldön van, és nem Magyarországon, majd arról később beszélünk, ez nem negatív, hanem pozitív dolog inkább. És én magamat úgy mutatnám be ebben a kontextusban, hogy én inkább ilyen háttérből szálakat szeretek húzogatni. Megrögzötten együttműködés és összefogás párti vagyok, amivel gyakran Magyarországon nehéz helyzetbe kerülök, ekkor sokat szoktam utazni, hogy újabb energiákkal föltankolva jöjjek vissza, és ezekkel a szálak húzogatásával ezt a magyar ökoszisztémát egy picit, hát angolul tudom rá a szót, az empowerment. Tehát talán facilitálni, erre fordítanám le magyarul, tehát nem fejleszteni, meg ráncigálni, meg húzogatni, hanem facilitálni, ezt nagyon élvezem. Az ökoszisztémáról annyit, hogy én úgy látom, mint egy ilyen virágzó rét, ami egy organikusan növekvő és folyamatosan változó rendszer, ahol az egyes szereplők, hogyha figyelnek egymásra, akkor tudják egymást segíteni, főleg egy ilyen icipici országban, és én szerintem ebben mi, akik benne vagyunk elég régóta, elég sokat fejlődtünk magunk is, hogy figyeljünk egymásra és együttműködjünk. A többit meg majd a beszélgetés közben. Én rögtön azzal kezdeném, hogy nagyon is sok dolog történt az életünkben, legalábbis mi úgy éljük meg. Mi nagyjából napra pontosan 3 éve kezdtük el a működésünket, ugye a Bridge Budapest non-profit szervezetként a Magyarországról indult, legsikeresebbnek nevezett startupok tömörülése. Mi vállalkozói közösségként gondolunk ennek ellenére magunkra, nem annyira használjuk a startup kifejezést, de hogyha a szerepeket vesszük figyelembe, akkor mi történetmesélőként gondoltunk magunkra az elején, mégpedig azért, mert azt gondoltuk és azt érzékeltük, hogy nagyon kevés a hivatkozási pont a rendszerben sok-sok ember számára, ha csak a fiatalokat vesszük, akkor az ő számukra is, ami inspirációt és egyébként eszközrendszert is jelenthet, és ezért
kezdtünk el történeteket mesélni, ezért gondoltuk azt, hogy lényeges látni, hogy van lehetőség Budapesttől indulva világsikert létrehozni. Erre vannak bizonyítékaink, csak 3 évvel ezelőtt, ma már lehet, hogy ez furcsa, de egyáltalán nem volt még a köztudatban. Van olyan gazdasági lap, ami kinevetett akkor, mégis azt gondolta, hogy majd a tech rovatban erről elbohózkodunk. Ehhez képest szerintem, ahol most tartunk, az egy elég komoly változás. Ebben a tekintetben mi katalizátorként gondolunk magunkra, de azt gondolom, hogy a Bridge volt az egyik első olyan szervezet, ami megpróbálta ezt az ökoszisztémát a szélesebb nyilvánossághoz közelebb hozni. Ezzel egy fordítói szerep is párosult, mert a két világ nem feltétlenül értette egymást, nem is beszélt egy nyelven, még ha látszólag magyarul is beszéltek. Szóval ez a szerep is része az életünknek, és természetesen a történetmesélés azóta kiegészült két másik elemmel, egyrészt egy tudástranszfer lábbal, másrészt egy közösségépítő lábbal, mert azt mi is rögtön értékeltük, és tudtuk, hogy önmagában az, hogy történeteket mesélünk, nem fog valódi változásokhoz vezetni, beindít dolgokat, észrevétett dolgokat, de nem eredményez impactot, hogy én is használjak egy szép magyar kifejezést. És ezért ez a két elem beépült a mi életünkbe. Ez egyébként jó részt a tavalyi év eredménye, hogy ezzel mi magunk is ilyen tudatosan bánunk, és így gondolunk magunkra is. És még egy fontos szempont, ami talán eddig nem volt ennyire hangsúlyozott, és amit az elején említettem, hogy tényleg vállalkozói közösségként gondolunk magunkra, az meg annak az értése és megértése, és ez az új lendület a mi életünkbe, hogy nagyon fontosnak gondoljuk, hogy egy olyan tudatos vállalkozói réteg erősödjön meg ebben az országban, ami érti, pontosan érti a globális perspektívát, és egy csomó olyan dolgot, amit a fiúk említettek a korábbi beszédeikben, ezért ezt nem ismétlem meg, és amiben saját kutatásaink bizonyítják azt, hogy nem állunk túl jól. Az elmúlt egy évben több dolog történt velünk, ha a legfontosabbat kell kiemelnem, akkor az, hogy létrehoztunk 3 labet, a design labet, a tech labet és a city labet, városfejlesztéssel, klasszikus digitális innovációval, illetve design megoldásokkal foglalkozó startupok számára, és ezeknek az összessége adja a mi vállalkozás gyorsító programunknak, akcelerátor programunknak a keretét. Miért fontos ez a 3-as tagoltság, vagy miért fontos az, hogy így specifikáljuk a programot? Pontosan azért, amivel az előző körben az előadásomat kezdtem, hogy nagyon hiszünk abban, hogy egyébként a különböző iparágakat egymással keresztezni kell és vegyíteni kell. A legizgalmasabb innovációk ma ezeknek a találkozásából jönnek. Fontosnak tartjuk a design hagyományt és a design tehetséget is, nem csak a programozói kóder tehetséget, hanem például azt is, azt az alkalmazott művészeti hagyományt, amivel Budapest egyébként hagyományosan jó, vagy Európa egyébként hagyományosan jó. Mi dizájnereket, társadalomtudósokat, műszaki tehetséget mixelünk egymással, és igyekszünk ilyen szempontból egy szokásosnál inspiráló, izgalmasabb közeget teremteni a programunkon belül. Ez elindult, ez a program, 130 vállalkozás vagy csapat jelentkezett rá tavalyi év végén, nagyon ígéretesen indul, és ezt szeretnénk folytatni a jövőben is. A Design Terminál, mint intézmény formailag közeli jövőben át fog alakulni, az eddigieknél egy rugalmasabb struktúrában fogunk működni, ami azt jelenti, hogy magánintézményként, de a kormányzattal szoros összefüggésben dolgozunk majd július elejétől. Nekünk ez igen-igen szerencsés, hiszen amellett, hogy klasszikusan non-profit tevékenységeket végzünk, amellett lehetőségünk lesz majd for-profit tevékenységeknek az elindítására is. Hadd mondjam még el azt, hogy a mi programunk az kifejezetten korai fázisú vállalkozásfejlesztéssel foglalkozik, nagyon sok esetben nincs is még bejegyezve cég ezek mögött, a csapatok mögött. A nulláról az egyre segítünk nekik eljutni. Alapvetően a cél a product market fit elérése ebben a programban. 4 területen az üzleti modell fejlesztése, a szervezet, a csapat fejlesztése, a jogi kérdések, az IP management, illetve a marketing kommunikáció területén segítjük őket. Abban a korai időszakban, amikor egyébként egy üzleti angyalnak, vagy akár egy korai fázisú egyéb típusú befektetőnek ideje, energiája még nem lenne ezekkel a vállalkozásokkal foglalkozni, ezekkel a tehetségekkel foglalkozni. A jövő szerintem arról szól, hogy egyébként kicsit az export fogalmait lebontva alapvetően is globális kategóriákban gondolkodjunk, vegyük alapértelmezetnek azt, hogy ami itt születik, annak egy nemzetközi térben kell versenyképesnek lennie. Ezt a fajta megközelítést szeretnénk átadni minden egyes gesztussal, eseménnyel, tevékenységgel, kezdeményezéssel, amit a Design Terminál indít vagy felvállal.
Én első körben azzal szeretném kezdeni, hogy végtelenül szerencsés embernek érzem magam. Gyakorlatilag a karrierem kezdete óta, kb. 5 éve azzal foglalkozok, amit igazán élvezek és szeretek, és azért a célért dolgozok, ami igazán egy flow élményt ad, és nap mint nap úgy érzem, hogy a munkám ebben a hobbim is. Az utóbbi 5 évben a célokban változás nem történt, mindig is azzal foglalkoztam, hogy fiatal, nagyon ambiciózus, főleg a technológia területén, innováció területén dolgozó vállalkozóknak teremtek olyan programokat, olyan lehetőséget, kötömösszőket, olyan szereplőkkel, akikből értéket tudnak kovácsolni. Ezt az utóbbi 5 évben különböző sapkába tettem, nagyon szerencsésnek tudhatom magam, mert az elmúlt 2 évben Gergő irányítás alatt a Design Terminálban dolgoztam ezért a dologért. Most márciustól a már említett Mozaik nevű coworking és startup központ vezetőjeként tehetem meg, de azt gondolom, hogy és csak Dávidot visszhangozva tudom mondani, hogy talán ezek a sapkák, ezek a szerepek, meg hogy ki a szószóló, az teljesen másodlagos kérdés, inkább az a fontos, hogy a kollaborációra törekedjünk, és próbáljuk meg egymás kezdeményezését komplementer módon kiegészíteni, semmint hogy különböző titulusokért vagy badge-ekért versenyezünk. Ez így helyes, ugyanakkor mivel egyre nagyobb egyrészt a PR értéke, másrészt pedig talán a valós, nem közvetlen, de közvetett vállalkozásfejlesztési értéke is mindannak, amit ti csináltak, illetve még többen ebben a teremben, előbb-utóbb az állammal érintkezési felületek adódnak. Mindig jön valaki, aki azt mondja az állam részéről, hogy ő ennek az élére áll, meg tudja csinálni, vagy többen, az még rosszabb, vagy még jobb, attól függ, hogy éppen hogy sül el. Mit gondoltok arról, hogy mi az állam szerepe, és inkább abból a kontextusból, hogy kitekintve más országokba, mi az a néhány gyors quick win, amit hogyha az állam hozzátesz, akkor segít, és mik azok, amit meg hogyha az állam hozzátesz, akkor kifejezetten egy követ akaszt csak az egész ökoszisztéma nyakába, és hogyha van, ugye most láttunk hallottunk Gergőtől egy-két dolgot, ami most készül, de akár lehet értékelni az elmúlt évek tevékenységét is ezzel kapcsolatban. Szerintem vannak olyan általános területek, mint amilyen a bürokrácia ügye, tehát az, hogy egy vállalkozás hogyan néz szembe egyébként az őre háruló terhekkel, ahol az államnak általános horizontális feladata van, ezt tegye egyszerűbbé, átláthatóbbá, gyorsabban működővé, könnyebben fogyaszthatóvá. Ebben is kiváló az észt példa, de ebben azért sok jó példa van a világszerte. A második szint az, hogy egyébként konkrétan aktívan ösztönözze a vállalkozásoknak a számosságának a növekedését. Azt hiszem, hogy a digitális startup stratégiában is az egyik legfontosabb cél az lesz, hogy minél több vállalkozás legyen. Említettem, hogy Észtországban 10 000 startup vállalkozás működik. Magyarországon nagyon nagy jó indulattal szerintem néhány százra telhető ezeknek a száma, de valójában én még ennél is sokkal szkeptikusabb vagyok, inkább nem mondanék most számot. Tehát azt hiszem, hogy az angyalösztönzés például egy olyan terület a proaktív eszközök tekintetében, ami fontos és értelmes, illetve az, hogy amikor komoly uniós források állnak rendelkezésre, akkor azt a hagyományos iparágok fejlesztése mellett az új gazdaság fejlesztésére is allokálja és fordítsa az állam. Ezért fontosak azok a programok, amik most a GINOP keretében indulnak majd a következő időszakban. És akkor van egy harmadik szint, az állam még aktívabb, még szignifikánsabb megjelenésének az ügye. Bizonyos iparágakban, ha tetszik, ha nem, szerintem ez elvitathatatlanul szükséges. Én például magyar állampolgárként azt gondolom, hogy 2016-ban nagyon helyes, hogyha az állam például a védelmi iparára egyre több pénzt fordít, és az is fontos, hogy ne csak hagyományos eszközökkel tegye ezt, de például fektessen védelmi ipari innovációba, vagy fektessen egészségipari innovációba. Nyugodtan lehet stratégiai tulajdonszerzése az államnak ezen a területen. Önök közül biztosan sokan ismerik a Palantir nevű vállalkozást, a Szilícium völgy egyik legkomolyabb sikertörténet az elmúlt években, a befektetői mellett, az első befektető mellett ott találhatjuk Peter Thielt is, és sok más nagyon komoly szereplőt. Ennek a cégnek a kapitalizmus nagyágyúi mellett van még egy befektetője, a Központi Hírszerző Ügynökség. Az Egyesült Államokban, Izraelben és más országokban az állam okosan és nagyon flexibilis, fluid formában gondolkodik a saját befektetéseiről, például a startup világban is. Lehetnek olyan iparágak, lehetnek olyan cégek, amiben igenis fontos, hogy az állam maga is befektessen. Magyarországon nem ennyire éles stratégiai megközelítés mentén, hanem egy általánosabb elkötelezettség mentén. A Széchenyi Tőke Alap is foglalkozik például ilyennel, meg többen mások is. Szerintem a tapasztalatok között van egyébként jó is. Nagyjából mindent elmondta Gergő, de én azt gondolom, hogy kérdeztél az elmúlt évekre,
számunkra, és most nem azért mondom ezt, mert mellettem ül, de azt gondolom, hogy amit a Design Terminál állami intézményként és szereplőként az elmúlt években tett az ökoszisztéma fejlesztése érdekében, az tipikusan egy olyan szerep, amit sok más állami intézmény is követhetne, nem csak az ökoszisztéma fejlesztése kapcsán, de számunkra ez egy olyan példa volt, ami arról a bizonyos szolgáló és szolgáltató államról szólt, ami olyan sokunk fejében egyfajta idea, és ami egyébként stakeholdereket ültet egymás mellé, szereplőket serkent kooperációra, teszi ezt a legnagyobb nyitottsággal, befogadással, ha csak arra gondolunk, hogy hányan ülnek itt a teremben, akiknek akár a Design Terminál befogadó helyszíne volt az elmúlt években, ami szervezetünk első eseménye is konkrétan ott volt. Szóval azt gondolom, hogy ahogy ebben ők viszonyultak és viselkedtek, az egy példa lehetne, és akkor én itt a példába bele is kapaszkodom, mert akkor egyet simogatunk, egyet rúgunk. Az a példamutatás az, amit mi elvárnánk az állam részéről, és ebben például a transzparencia is egy olyan elem, amivel azt gondolom, hogy nagyon sokat segíthetne a vállalkozói szektornak. A vállalkozói szektor jelenleg nagyon sokszor hivatkozik arra, hogy azért nem viselkedik transzparens módon, mert az állam sem teszi ezt, akkor én addig miért? Azt gondolom, hogy ebben hatványozott felelőssége van az államnak. Indul, nem régen volt a bejelentés annak, hogy indul egy állami program, erről talán te tudsz itt a asztal körülök közül a legtöbbet, egy picit fellebented a fájtot az input programról? Hogyne, az első körben megkerültem a kérdést, hogy mit csináltunk az elmúlt egy évben. Egy nagyon izgalmas folyamatnak lehettem a része, amiben hát legalábbis egy kiemelt kormányzati program keretéig egy picit meghekkeltük ezt az Európai Uniós fejlesztéspolitikai gondolkodásmódot, talán így fogalmaznék, és ennek a programnak az erejéig lebeszéltük az államot arról, hogy túlságosan nagy szerepet vállaljon akár pénzeknek a ökoszisztémába való beöntésével, akár egy ilyen szuperinkubátor létrehozásával, vagy túlságosan kitalált és az állam által meghatározott szerepvállással. Ennek az eredménye az lett, hogy ahogy mondtad, elindult Input néven egy olyan program, ami egy feje tetejére állítja azt a gondolkodásmódot, amit a fejlesztéspolitika eddig követett. Egy teljesen alulról építkező és az ökoszisztéma egyes szereplőit bevonó programról van szó. Nagyon fontos, hogy maga a program ne váljon szereplővé, pontosan azért, hogy ne lépjen a meglévő szereplőknek a lábára. Nagyon fontos, hogy ugye Budapestről sokat beszéltünk, mint Startup Hubról. Ez a program kifejezetten egy országos lefedettséggel a vidékre fókuszál. Azt gondolom, hogy ez egy első kísérlet arra vonatkozóan, hogy megnézzük, megmérjük, hogy mekkora innovációs és startup potenciál van vidéken. Tehát egy felhajtó erőnek nevezzük a programban. 3 év alatt megpróbálunk vidékről is becsatornázni a startuppá válás útjára lépő fiatalokat, vagy kevésbé fiatalokat az ötleteikkel. Nagyon fontos a nemzetközi láb, ahogy Gergő említette, hogy ugye egy globális piacba kell gondolkodni. Én azt gondolom, hogy Magyarország egy nagyon izgalmas labor, hogyha a piacméret tekintetét nézzük, ahol sok dolgot ki lehet próbálni, de fontos az, hogy az első pillanattól úgy gondolkozzanak, hogy egy olyan célpiacot vagy célpiacokat célozzanak meg, ami már a fejlesztés elején beépül, hiszen teljesen máshogy kell egy német piacot, egy kínait vagy egy amerikai piacot megszólítani. Tehát, és talán ez az én legnagyobb hozzáadott értékem, hogy ezt a fajta nemzetközi globális gondolkodásmódot és kapcsolatrendszert szeretném behozni ebbe a programba. Nagyon konkrétumokról, hogy ne ilyen rébuszokba beszéljünk. Ha minden jól megy, akkor ősztől tud a program elindulni. 17 munkatárs fog teljes országos lefedettséggel vidéken mocorogni. Neki kétféle feladatuk lesz. Az egyik az, hogy úgymond megtalálják, vagy bevonzák az innovatív projektgazdákat. Tudatosan nem startup, hiszen már az ötletfázisban szeretnénk becsatornázni az ökoszisztémába, nem a programba. Ez nagyon fontos, hogy nem a program fogja tulajdonolni a projekteket, hanem az ökoszisztéma szereplőinek a deal flow-ját fogja ez növelni, hogyha ilyen szépen akarunk fogalmazni. A másik feladatuk pedig az lesz, hogy vidéken a helyi ökoszisztéma szereplőit keressék meg, és a köztük lévő együttműködést, az ő helyüket, az ő, mondjuk azt, hogy támogatásukat, inspirálásukat végezzék el. Egy
egy újfajta elem, talán azt mondtam, hogy ez igazából ez egy kísérlet. Egy kísérlet egy teljesen más megközelítést, hogy mondjam, rábeszélni az államot egy teljesen másfajta megközelítésre, és egy kísérlet arra is, hogy az ökoszisztéma szereplői hogyan tudnak együttműködni. Ez praktikusan úgy fog megvalósulni, hogy egy nyitott advisory boardba várja a program az ökoszisztéma szereplőit, ahol tudatosan keresik a legpozitívabb értelemben az ő önös érdekeiket, hogy miért érdemes egy állam által indított programhoz kapcsolódni. Azért, mert utána az ő általuk pátyolgatott projektgazdák, mint ugye a nagyon csúnya szó végső kedvezményezettje ennek a programnak, elérhessék azokat az értékteremtő szolgáltatásokat, amit a program fog nyújtani. Tehát nem osztatok pénzt senkinek, nem kell sorbálni, nincs egy hotline, ahol lehet menni a startupoknak, vagy a startup tanácsadóknak. Igen, vannak ilyen nagyon innovatív és kreatív elemek a dologban. Hogy ugye azt mondtad, már kevesen vagyunk, úgyhogy lehet bármit mondani. Szeretnénk megvédeni azokat saját maguktól, akik esetleg olyan gondolattal ébrednének reggel, hogy az EU pénzekből pénzt lehet kicsatornázni, és nagyon szeretnénk, hogy ebben a programban minden forint háromszor megforduljon, és valóban a nap végén az innovatív projektgazdáknál landoljon, és azzal, hogy ők fejlődnek, azzal, hogy azok, akik egyébként őket segítik, legyen az egy inkubátor, legyen egy mentor, legyen egy angyol, aki befektetett, hogyha az ő projektjeik, mert ugye nem a program projektjei, az ő projektjeik értéket kapnak, akkor tulajdonképpen ők vagy pénzt spórolnak, vagy a kockázatuk csökken azzal, hogy ez a program fejlődik, de mindenképpen maga az egész ökoszisztéma is úgy gondolom, hogy fejlődni és épülni fog ezáltal. Én nagyon bízom abban, és ez a kísérletnek a számomra a legizgalmasabb eleme, hogy tényleg meg tudjuk-e valósítani azt a fajta összefogást, ahol a szereplők rájönnek arra, hogy itt élünk ebben a pici országban, és két inkubátor az nem konkurenciája egymásnak. Nem kell egymást ölni a projektekért, hanem ha megtalálják azokat a kapcsolódási pontokat, ahol az ő értelmes együttműködésük mindegyiküket erősíti, akkor ez a fajta hatása lenne személyesen számomra egy nagyon nagy eredmény, nyilvánvalóan az adott projekteknek a fejlődése mellett. Jó, mindannyian hiszünk abba, hogy itt lépésről lépésre és viszonylag gyorsan kialakul egy normális startup kultúra, ökoszisztéma, és sorba jönnek a fiatal és nem fiatal ötletek, szökkennek szárba, de nyilván egy olyan ország nehezen képzelhető el, amelyiknek van egy jó startup kultúrája és egy abnormális vállalkozói kultúrája, márpedig azért jelen pillanatban azt nem nevezhető normálisnak, ami a vállalkozói szférában történik, ugye, éppen, hogy csak a zöldséges Mercedes kombis képet sikerült a vállalkozásokról lehántani, és most már picit más gondolunk vállalkozó alatt, a startupper alatt megint mást gondolunk. Hogyan hathat ez vissza a vállalkozói kultúra, általános vállalkozói kultúra javítására? Nagyon köszönöm a kérdést. Beletaláltál a közepébe, mi ma konkrétan ezzel foglalkozunk. Ugye az első Millióm története kezdeményezésünk ezért jött létre. Azt gondoljuk, hogy az a városi legenda, ami arról szólt, hogy sose kérdezd az első millió történetét, mert az olyan fura módon keletkezett, és így összekacsintunk. Az ma már nem teljesen fedi a valóságot, és igenis vannak olyan vállalkozások és vállalkozók, akik elmesélhetik büszkén és bátran ezt a történetet, még akkor is, hogyha ez nem makulátlan, de hogy tudnak arról mesélni, hogy ugyan lehet, hogy hoztak rossz döntéseket korábban, ám de elindultak valamiféle fehérebb, tisztább, stb. Úton. Ez lehet, hogy most nagyon idealisztikusan és naívan hangzik, de fejünkbe vettük, hogy szeretnénk létrehozni azt a kritikus tömeget azokból a vállalkozókból és az önlátható váltételükből, akik meg tudják azt mutatni, hogy igen, ma Magyarországon nem az összekacsintás a szexi, hanem az, hogy ebbe a közösségbe tartozzunk. Nevezhetjük ezt mondjuk fair businessnek. És egyébként ebben a Transparency International és a CEU Business School a partnerünk többek között, és csatlakoznak folyamatosan újabb partnerek, és sokan ehhez a programhoz. A vállalkozókat, magukat vonjuk be, és mondatjuk el velük a saját történeteiken és tapasztalataikon keresztül azt, hogy miért érdemes csinálni, mert egyelőre, amit mondtam hivatkozásként, arra sokkal több érvünk van, hogy miért nem érdemes, hogy okoz az versenyhátrányt, hogyha egyébként akár
akár tisztán játszunk, fehére játszunk, vagy akárhogy játszunk. Ezért magukat, a vállalkozókat kezdtük el bevonni, és egy értékalapú közösségbe bevonva arra sarkalni, hogy mondják el a többieknek, hogy miért és hogyan lehet. És ez egy hosszú folyamat, és nyilván nem egyik napról a másikra fog végbe menni, és mi is tudjuk, hogy nagyon sokan ugyanezt megéltük, mint a startupok kapcsán 3 évvel ezelőtt, amikor kinevettek bennünket, most is nevetett már ki minket szerkesztőség, amikor azt mondtuk, hogy igen, milyen vállalkozókból építünk közösséget, és akkor mondták, hogy ha, és hogy, de hogy mégiscsak azt gondoljuk, hogy ezt lehet, és van értelme ezen az úton járni, mert abban hiszünk, hogy az ország versenyképessége ezek nélkül, a tudatos vállalkozások nélkül, hát, hogy úgy mondjam, meglehetősen nehézkes. Én egy kicsit technikaibb szintet hoznék be ebbe a beszélgetésbe, ebbe a témába. Ez pedig arról szól, hogy valóban túl kell lépnünk a startup fogalomkörén, és általánosságban a magyar vállalkozások versenyképességére vagy jövőképességére érdemes beszélni. Ha a startup világ egy szubkultúra marad, akkor nem értük el a célunkat. És pontosan azon a pontján vagyunk most ennek a hype ciklusnak, amikor most már ciki lesz még x éven át csak a startupokról beszélni egy ilyen beszélgetés, hanem el kell mennünk a magyar vállalkozásoknak, az általános magyar KKV problematikának a szintjére. Én azt gondolom, hogy itt is van kitől tanulnunk. A holland példa a kedvencem. Hollandia, amelyik a világ egyik legfontosabb gyarmati hatalma volt nagyon-nagyon sokáig, elvesztette a gyarmatait, és úgy, hogy egy kisebb ország, mint Magyarország, még ma is a nemzetközi kereskedelemben és a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban gyakorlatilag rendkívül meghatározó, hogyha olyan márkákat veszünk alapul, akik ma a holland gazdaságot fémjelzik, számos ilyet tudnánk mondani, akkor ezt könnyű lenne illusztrálni. Most mi ennek a titka? Hát pontosan az, hogy egyébként emögött egy nagyon erős holland KKV világ is létezik, és annak pedig mi a titka? Hát az, hogy egyébként az innováció, az a termékfejlesztésben egy teljesen természetes komponens és elem. Nem úgy van az Hollandiában, hogy vannak az innovatív KKV-k, meg vannak a nem innovatív KKV-k, hanem vannak a KKV-k, akik egyébként egy megfelelően barátságos állami környezetben és egy megfelelő Vera által is említett megközelítéssel úgy tekintenek az innovációra, mint a termékfejlesztésnek egy teljesen természetes kezdettől lényeges részére. És ezért lehet az, hogy egy átlagos holland vállalkozás, nem egy startup, hanem mondjuk egy szaniter cég, az egyébként ugyanúgy innovatív a saját piacán, és akár világpiacvezetésre is esélyes vállalkozás, mint a maga területén digitális, mondjuk mobilos alkalmazásokat fejlesztő cég. Azt gondolom tehát, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, és az IVS egyébként mindent meg is tesz, például szakmai szervezetként ennek az érdekében, hogy az magyar KKV-kat, az átlagos, szabad ilyen csúnya szóval élni, az átlagos magyar mikro, kis és középvállalkozást azt egyébként egy digitális világban legalábbis szemléletét tekintve egyről a kettőre juttassa. Ha ez nem történik meg, ha egy magyar KKV nem lesz versenyképes, csak lesz néhány csinos startupunk, akkor egyébként semmire sem mentünk. Egyrészt ezt még gondolatot hozzá akartam fűzni, mert Gergő mondta, hogy minél több vállalkozásunk legyen. Szerintem nagyon sok vállalkozásunk van, ebben az országban több mint 700 ezer vállalkozás van. Az nem mindegy, hogy működnek, és nem mindegy, hogy egyébként a digitális eszközöket is hogyan tudják használni, és ebben viszont rémesen, síralmasan állunk. Tehát ugye azt gondolom, hogy nem is alapvetően az a cél, hogy minél több legyen, hanem minél több értő, tudatos és a digitáliákat integráló vállalkozásunk legyen. Egyébként pedig kutatások bizonyítják azt, hogyha egy cég nem azzal törődik, hogy keresse a kiskapukat, és az energiáit, a kapacitásait nem erre fordítja, hanem például értékteremtésre és innovációra, lehet, hogy rövid távon nehezebb utat választ, de fenntarthatóbb utat választ magának, ez biztos, ezt ma már számok támasztják alá. Záró gondolatként, mert már kétszer nyitottam, nekem annyit mondanék, hogy az idő szerencsére nekünk dolgozik, hiszen ez a digitalizáció sokkal gyorsabban nő, ahogy szokták mondani az okosok, exponenciálisan közelít a mi kis lineáris életünkben, és ezt egyrészt látjuk, hogy
nagyon nehéz feldolgozni azoknak, akik társadalmi változás oldaláról nézik. Azoknak is nehéz, akiknek van egy standard, jól menő, vagy látszólag jól menő bizniszük, és azt gondolom, hogy ebben van még egy közös felelősségünk, egy picit kitekintve ebből a klasszikus startup világból, ahol könnyen megtalálunk fiatalokat, akik egyébként is már globálisan, nemzetközi szinten gondolkodnak. Nekünk sajnos nem fogjuk megúszni azt, hogy a középkorú tulajdonosokat is megtaláljuk, mert nem fogjuk tudni nyugdíjba menni, hogy kibekkelik ezt a digitalizációt. Ezügyben azt gondolom, hogy például a német ipar 4.0 kezdeményezéshez való csatlakozása Magyarországnak egy nagyon-nagyon fontos pont, hiszen elég nagy a kitettségünk egyrészt a német gazdaság felé, másrészt pedig az ipari összeszerelő üzemek is valahogy ki kell ebből már törni, és akkor felülről jön a klasszikus innováció, alulról pedig valahogy meg kell támasztanunk ezeket a klasszikus cégeket, és akkor ez azt gondolom, hogy érezhető lesz, hogy ágazatonként, agráriumtól az összeszerelő üzemig mindenhol megvan az a digitális impact, ami aztán a standard növekedés fölé tudja emelni az országot, és abban is mélységesen hiszünk talán itt mindannyian teremben, hogy ez egy versenyhelyzet az országok között, aki most ezt gyorsabban elkapja ezt a hullámot, az pár lépcsőfokot tud ugrani az országok közti helyezésben, innentől kezdve viszont ez már tényleg egy komoly politikai kérdés lesz, és erről még majd is sokat fognak beszélni, remélhetőleg ők is. Nagyon szépen köszönöm.